160 első éves honvédtisztjelöltet ünnepélyes esküt szeptember 28-án a fővárosban. A rendezvényen Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese az alapkiképzést sikeresen teljesítő tisztjelöltek előtt hangsúlyozta, a honvédeskü egy életre kötelez. Az altábornagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti objektumában tartott ünnepségen úgy fogalmazott, a tisztjelöltek arra esküdtek, hogy az ország függetlenségét, nemzeti érdekeinket az életük árán is megvédik. Mostantól Magyarország biztonsága az ő vállukon is nyugszik. Soha ne add fel! Akár életed árán is, védd meg a hazádat! Akkor is, ha nem minden körülmény téged támogat vagy segít. Mert magyarnak lenni nem különlegesség, de Magyarországot védeni és magyarként élni, az egy hitvallás. A fiatal katonák hétfőtől megkezdik tanulmányaikat, amely során felkészítik őket bajtársaik vezetésére, vagyis a tiszti pályára. Böröndi Gábor altábornagy szavai szerint a honvédelmi és haderőfejlesztési programnak köszönhetően megújul a hadsereg, ezért széles látókörű, nyelveket beszélő, a hazájukat óvó és a NATO hasznos tagjaiként dolgozó tisztekre van szükség. Olyanokra, akik mind hazai, mind pedig nemzetközi környezetben megállják helyüket, és képesek mesteri módon kezelni a rájuk bízott technikát. Mit tudunk mi? Ajánlani a nagy család a Magyar Honvédség. Azt tudjuk ajánlani, hogy a legjobb felkészítést, a legjobb kiképzést, a legkorszerűbb technikát biztosítjuk önöknek. De a legfontosabb, amit tudunk ajánlani, a bajtársiasság. Már most kialakultak azok a kapcsolatok, amikor egymásra támaszkodnak, barátok lettek, és tudják, hogy itt nem üres szlogen, egy mindenkiért, mindenki egyért. Az ünnepélyes eskü és a beszéd után a tábori lelkészek megáldották a honvéd tisztjelölteket.